utolsó anyákat is, azon nem biztos tökéletesen sikerült az összeállítás, igen, de azóta vannak hiányai, egy-két-három ember, betegek is lettek, versmódunk is betegek, úgyhogy elnézést kérek, de van, amikor kapni lesz a kezükbe, mert ha nem is hosszú a szövegre, be kellett ugrani, úgyhogy fogadják sok szeretettel ezt a picilis, amit van. Gyerekek, van még egy fontos dolog. Közel jön az anyák napja, és ideje verset választani. Hoztam pár verseskötetet, ide teszem az asztalra, nézzük meg rá. Na ne! Már megint? Jó, de már mit nem verset elmondtunk? Idén is kell énekelni? Egyébként már nagyon vagyunk ehhez. Nem értelek benne. Hogy mondhatok ilyet? Tudjátok, minden évben köszöntjük a valitátokat. Nem is értem, hogy juthat eszetekbe, hogy ezt a szép szokást habozat. Ez a kézhez erről a stár. Elég szakja, a
és a fiam visszajött rám. Örülök neki, hogy fiú volt, mondom neki. Igaz, kislány szerettem volna, de akkor még nem ismertelek. És úgy látszik, a fiam is örül, mert rám is olyan. Talán azt gondolja, lesz még egy fuga. Vagy ha nem, akkor hoz egy lányt a házhoz. Hogy persze szépet, kedveset, olyat, aki szereti a mamáját, de nem csak a saját, hanem nekem is. Egy szívem van. Ha száz szívem volna, mindértet dobognám. Szelíd arcod mind a szádban napfényként ragyognám. Áldjon meg az Isten jártadban, keltetben. Hová nézel, a virág is ott nyílik legszebben. Nincs több, csak egy szívem, csak egyetlen egy van. Ám, de százal sem tudnálak szeretni már jobban. A te neved zengi minden dobogása. Szálljon rá, édesanyám, az Isten áldása. Thank you.
kezelik velünk a kamaszkort, és átsegítenek a nehézségeken is. Boldog anyák napját kívánok! És mielőtt ez megtörténne, én szeretném az osztály nevében meg.